Jó reggelt kívánok mindenkinek, az én nevem Kitty, és ma egy újabb online sulis vloggal készültem nektek. A mai nap azért is rendhagyó, hiszen egy órám az iskolában lesz, amit el nem tudom mondani, hogy mennyire várok, már nagyon régen nem jártam a suliban, és emiatt teljesen fel vagyok pörögve. Ez a mai nap és ez a mai vlog azért is különleges számomra, hiszen ezt a videót az EU Diákok támogatja. Aki még nem hallott az EU Diákokról, az most jól figyeljen, hiszen egy nyár során, vagy az egyetem során hasznosan jöhet, hogyha tudtok egy ilyen lehetőségről. Az EU Diákok azzal foglalkozik, hogy munkát biztosítson diákoknak, szóval nyári diák munkát, vagy amíg egyetemre járunk, addig gyakornoki programokba való becsatlakozást segítik. Szóval ilyen szempontból is mindenképpen megéri szerintem ellátogatni a honlapjukra, az eudiakok.hu-ra, és körülnézni, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik esetleg felkeltik a ti érdeklődéseteket. Most pedig mindjárt 11 óra van, szóval nem sokára matek órám lesz. Induljunk is, mert kezdődik a munka. Végeztem a matekkal, és szeretnék nektek arról beszélni egy picit, amivel gyakran megkerestek üzenetben engem, az pedig az, hogy hogyan lehet túlélni ezt az online oktatást. Nekem erre három bevált tippem van. Első tippem, hogy próbálj meg úgy viselkedni, mintha minden normális lenne. Szóval mielőtt elindulsz a munkába vagy iskolába, mit teszel? Elkészülődsz, beágyazol, felöltözöl, kisminkeled esetleg magad. Ezeket próbáld meg minél gyakrabban ugyanígy betartani. Nekem ez az, ami mostanában érzem, hogy nagyon jól beválik. Természetesen nekem is vannak olyan napok, amikor semmi kedvem ezeket megcsinálni, és tényleg csak az esik jól, hogyha bekuckózok az ágyamba, és nem csinálok semmit, ez teljesen rendben van. Azonban ahhoz, hogy a jó közérzetünket megőrizzük, ahhoz fontos az, hogy az elkészülődés szokását ne engedjük teljesen el. Az első hullámban nekem ezzel komoly problémáim voltak, mert nem figyeltem egyáltalán arra, hogy a megszokott rutinomhoz tartsam magam, és sokszor éreztem magam alatt, nem volt olyan jó kedvem. Ahhoz, hogy ezt ti is jó eséllyel elkerüljétek, ez egy nagyon-nagyon bevált praktika lehet. Második tipp, hogy ne szeledd el magad a külvilágtól, továbbra is találkozz emberekkel, akárha csak a szabadban, akkor a szabadban, de ne maradj túl sokáig egyedül, mert tényleg az embernek szüksége van a társaságra, és ezt akkor látod, megérzed a legjobban, hogyha körbeveszed magad emberekkel. A második tippem pedig, hogy töltsd ki a rendelkezésre álló időt, keres új hobbikat, vagy fedezd fel a legjobb új sorozatokat a Netflixen, bármit is teszel, foglald le magad, mert azzal igazán túl lehet élni ezt a helyzetet. Állok a reggeli kávémra, szóval készítettem most arról egy TikTokot, hogy hogyan csinálom meg. Át kellett váltanom normál tehén tejről növényi tejre, hiszen érzékeny vagyok sajnos, pedig isteni finomnak tartom a tehén tejet, viszont erre is vannak jó alternatívák, szóval most bevágom nektek azt a TikTok videót, amiben ezt megmutattam, hogy hogy készítem el. Nemrég kiderült, hogy laktóz és tejfehérje érzékeny vagyok, szóval csak növényi tejet ihatok, viszont a kedvenc dolgom reggelente a kávé, szóval mutatom nektek, hogy hogy spékeltem meg. Raktam bele egy kis fahéjat, és vagy kókusz, vagy szójatejet használok. Nemrég találtam ezt a kakaósat, ami isteni mindenhez a fehelyhez is. Egy teljes kérdésű croissant tettem, hát nem ugyanaz, mint a jó nutellás croissant, ugye abban is van tej, szóval azt most nem eltek, de így is fincsi volt lekvárral, és növényi tejszínhangot leraktam a kávémra, és így is isteni volt, ugyan nem hasonlítható össze a tehéntejjel, de látjátok, erre is van megoldás. Gyorsan ki kell szaladnom a pékségbe, mert az ebédhez kell egy kis pékáru. Viszem a jól bevált kis FKM-es táskámat. Egyébként erre a táskára is, és a másikra is, amit hogyha még nem láttatok, akkor mindjárt majd bevágok róla egy képet. Most akció van, húsvéti akció. Ez annyit jelent, hogy 2990 forint helyett 2500 forintba kerülnek. Szóval, hogyha nem szeretnétek lemaradni, akkor húsvétig még le tudtok rájuk csapni. Egyébként annyira imádom, hogy most már tudunk hordani ilyen kis lenge kabátokat is. Én folyamatosan ballonkabátban vagyok, meg bőrcsekibe, szóval most már érzem, hogy jön a tavasz. Végeztem a magyar órámmal, itt vannak a jegyzetén, szóval most gyorsan összepakolok, mert hogy jön a tesi. Aztán sietek be az iskolába, mert hogy angol, vagy nem,
matek felkészítés lesz, mert nem sokára írunk dolgozatot, szóval ilyen kis konzultációt tartanak. Alig várom, hogy visszamehessek, ugye nyilván limitált számmal leszünk ott, szóval így nem veszélyes. Konzultáció, Johanna. Hát amúgy nagyon hasznos volt, én utálok otthon szanulni, tehát nekem nem ismerik. Tanulsz? Hát igyekszem inkább azt mondom. Megvan az elhatározás. Most végeztem, mindjárt lemerülök, szóval gyors leszek. Már is jobban érzem magam, annyira jó volt. Többen is kérdeztétek, hogy én hogyan készülök az érettségre, szóval most mutatok nektek néhány olyan oldalt, amik nekem beváltak, és lehet, hogy nektek is hasznotokra válhatnak. Szóval gyorsan mutatom is nektek, hogy én melyik oldalakat szoktam használni. Amúgy nézzétek, milyen jó a háttérképem, ezt én szerkesztettem, és nagyon tetszik. Itt van megnyitva nekem a Studium Generale oldala. Témakör szerint összeszedik az érettségiket, és akkor középszinten és emelt szinten is lehet gyakorolni. Van még itt egy YouTube csatorna, a Bornemisza Péter Gimé, akik 30 perces videókat raknak fel töri témakörökben. Ez szerintem azért is jó, mert bármi mellett ilyen alap zajként be tudod állítani, és akkor egy picit jobban képbe leszel. Tudjátok, van ez a módszer, amikor a webbe belevágsz egy pici kis részt, és akkor ilyen szépen össze lehet hajtani, és utána ezt rárakom a grillre, meg előbb készítettem hozzá békönt, ami benne is van. Szóval ez lesz a mai vacsorám jó sok kecsappal. Kicsit beesteledett és később van, de itt van nálam a laptopom, és már, mint látjátok, még mindig nagyon pörgök, hiszen izgatott vagyok, hogy ezt a videót az EU diákok vloggereként vághatom és csinálhatom. Szóval most egy timelapse-en ezt láthatjátok. Írjátok meg nekem a kommentben, hogy milyen videókat látnátok szívesen, illetve hogy nektek még mi lesz a hétre a program. Részemről annyit elmondhatok, hogy sok dogát fogunk írni, szóval ezekre fogok készülni, illetve megyek majd vezetni, ami nagyon-nagyon izgalmas, és majd erről is készítek videót nektek. Szóval így fog kinézni a hetem többi része. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni ezt a videót. Sok-sok puszi nektek, sziasztok!